Az első egészségügyi dolgozó oltása tavaly december végén. Hivatalosan eddig ők is választhattak, élnek-e a védőoltás lehetőségével. Most már biztos, augusztus 1-től kötelező a védőoltás számukra, és aki ezt elutasítja, annak szeptember 1-ével megszűnik a jogviszonya. A döntés vonatkozik az alapellátásban dolgozókra, a kórházi és szakrendelői dolgozókra, a mentőkre, betegszállítókra, de a rendvédelmi szervek egészségügyi ellátásában és a szociális intézményekben dolgozókra is. A Magyar Orvosi Kamara elnöke másfél hete beszélt arról az RTL reggeli című műsorában, hogy támogatják a döntést. Egyrészt nem is értjük, hogy ez hogy merülhet fel kérdésként. Egy orvos nem gondolkodhat úgy, hogy oltás ellenes. Tehát önmagában ez eldönti. Másrészt kifejezett veszélynek van kitéve az egészségügy. Harmadsorban, ha egy orvos megkapja a fertőzést, akkor tudja terjeszteni pont a betegek között, akik meg sokkal veszélyeztetettebbek, vagy rosszabbul élnék túl a betegséget. A független egészségügyi szakszervezet is egyetért ezzel, de Sós Adriána szerint lehetnek negatív következményei. 7-8 ezer ember lehet, aki nem vette fel az oltást, pontos számot nem tudunk. Közülük sokan fognak úgy dönteni, hogy nem is akarják, mert annyira tartanak, félnek ettől, hogy nem fognak oltakozni. Ennek pedig a betegek látják kárát szerinte. Ez súlyos betegellátási gondot eredményezhet, akár a radiológián történik ilyen, vagy bármelyik más területen, akár osztályok működése is átmenetileg veszélybe kerülhet, amíg nem tudják őket pótolni. Bodokai Zsolt virológus még ennél is tovább menne a kötelező oltásokkal. A következő lépés szerintem azok a szakmák kellene jelentse, akik nagyon sok emberrel foglalkoznak, aztán utána hát a bizonyos cégekre rábízni ezt, vagy pedig a közalkalmazottak. És amikor ezen a három vonalon elérjük azt a maximális oltottsági állapotot, amit el lehet érni, utána kellene gondolkozni azon, hogy akkor bevezessük az általános kötelezettséget. A kormány korábban már többször közölte, nem akarnak általános kötelező oltást. Keressük a minisztériumot és az operatív törzset, hogy pontosan hány beoltatlan egészségügyi dolgozó van, erre nem válaszoltak. Azt írták, a dolgozók közel 100%-a be van oltva, és elenyésző azok száma, akik nem kérték a vakcinát. Azt is írják, saját maguk és a betegek védelme érdekében, valamint az agresszívan terjedő delta vírusmutáns miatt, aki még nem tette, az oltassa be magát. Európában nem csak Magyarországon kötelező az egészségügyi dolgozóknak a koronavírus elleni oltás. Elsőként Olaszországban vezették be, majd Görögországban és Franciaországban is. Utóbbi két országban már több tüntetés volt a döntés miatt.